Az 54. színfesztivál egy különleges produkciót tartogat magában, hiszen a fesztiválozók között valaki 1 millió forintot fog megkapni, de hogy mit kell ezért tenni, az most az Index videójából kiderül. Hát egy igazán különleges kezdeményezés van itt a színen, hiszen egy tó van mögöttünk, amiben van egy aranyhal. Ha mi történik, ha ezt az aranyhalat kifogom, akkor mit teljesít nekem? Hát nemrég tudtuk meg mi is a játékszabályzatot. 1 millió forintot lehet nyerni idén is, mint a tavalyi évben, aki kifogja ezt az aranyhalat. Az aranyhalat becsippeztük, tehát a hátán egy jelölő kód van, és akkor az alapján, kód alapján tudjuk beazonosítani. Ezt hányszor lehet kifogni egyébként? Tehát, hogyha 21 más után kifogják, akkor vastagon a zsebetekbe kell nyúlni? Nem. Azt mondták a szervezők, akkor osztik a díj egymás között, tehát akik ahányan kifogták. De eddig még nem fogta ki senki a hét folyamán. Valószínűleg túl van etetve már, nem? Nem, nincs túl etetve. Aranyhalat fogtak többet, de őt nem sikerült. Túl sok hal van a tóba, úgyhogy ezért nem tudták kifogni. Most, amikor én horgáztam, akkor mindig elmondták, hogy csöndben kell lenni. Itt pedig dübörög különböző zene mögöttünk. Ez nem zavarja meg a halakat? Lehet így pecázni? Nem, minket is meglepett már a tavalyi évben is, hogy ennyi kapás van. Általában az esti órák, főleg amikor beindul a dübörgés és megy le a nap, akkor ugyanúgy, mint ahogy a Tiszán, esti órákban jobban szokott kapni a hal. Vissza kell itt dobni a halat, vagy amit kifogunk, azt vihetjük itt a grillre és meg lehet enni? Nem, vissza kell mindent, sporthorgászattal vagyunk, ponymatracokat használunk, szákkal szedjük ki, és utána kíméletes módon rögtön vissza is helyezzük. Néha egy fotó belefér, amikor úgy látjuk, de amikor nagyon meleg van, akkor rögtön helyezzük vissza a halakat a tóba. Még valamire emlékszem a horgász időszakomból, hogy az egyik legunalmasabb dolog volt, amivel kiskoromban találkoztam, hogyan lehet rávenni a fesztiválozókat, hogy hát mégis ennek a szenvedélynek tudjanak élni. Általában vannak, akik először horgásznak, ki akarják próbálni. Ez azért is nagyon jó, mert ugye horgászengedélyhez kötött a horgászat, illetve területi jegyeket kell kiváltani, sokan nem is találkoznak így vele. Itt viszont a színen ki tudják próbálni. Ugye a MOHOZ az egyik partnerünk, és akkor velük ez át is lett beszélve, hogy egy próbahorgászattal, fokozott felügyelettel így megoldható a dolog. Emellett pedig, hogyha napközbeni elfoglaltságról lenne szó, a civil faluban érdemes körülnézni. A civil falu 2003 óta része a Szegedi Ifjúsági Napoknak. Az idén 30 olyan szervezet van, akik végig a fesztivál alatt kitelepülnek saját standal, sátorral, illetve mindenféle interaktív programmal, illetve van 10 olyan szervezet, akik egy-egy napra kaptak lehetőséget, hogy megmutassák magukat, úgyhogy így összességében 40 szervezet az, aki lehetőséget kapott arra, hogy a tevékenységét megismertesse a fesztiválozókkal. Ugye ez főként napközbeni program, hogyha tematizálnánk, akkor milyen jellegű civil szervezetek vannak itt? Igazából elég színes a színen belül a civil falu is. A szervezetek között szerepelnek olyanok, akik környezetvédelemmel foglalkoznak, olyanok, akik megváltozott munkaképességűeknek a különböző, tehát ezzel kapcsolatos érzékenyítéssel, illetve őket segítik, támogatják. Vannak szervezetek, akik fiatalokkal, akár hátrányos helyzetű, akár egy olyan fiatalokkal, akik valamit a szabadidejükben szeretnének még pluszban csinálni. Vannak olyan szervezetek, akik kulturális oldalról érkeztek, városi, illetve regionális szinten tevékenykednek és ebben a szférában mozognak, illetve itt van például olyan szervezet is, aki városi szolgáltatóként működik, és kicsit próbálja mondjuk más arcát megmutatni a helyi közönségnek.